Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Ott vagyunk, hogy ugye csináltunk egy leszoktató kurzust. Egyelőre. Szétszurkáltátok a fülemet, illetve nem ti képletesen, de a hölgy, akit ti hoztatok. És akkor az egy nagy megkönnyebbülés lett, de igazából nem hozta meg a várt eredményt. Tehát a leszokás még odébb van, és nagyon várom, hogy hol húzzátok elő az igazi ászt, a legnagyobbat. Tehát én most még dohányzó ember vagyok, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik hallgatják ezt a rádióműsort, hogy nem szoktam le. Tehát egész hétvégén ez ment. Te dohányzol. Ja, már az úgy könyvelték el, hát, tényleg, hogy te már leszoktál. És mondtam, hogy elindultunk az úton, de én még gyarló ember vagyok, én még egy szemét állat dohányos vagyok, várjatok egy kicsit. Hát, de azért, majd micsoda dolog, adjak egy cigit. Ma nem kell, köszönöm, meg tudom venni, van nálam, stb. És mindenki úgy könyvelte el, hogy mi kész vagyunk ezzel a szettel. És mondtam, hogy nem vagyunk kész. De pár szállalt a napi penzumból, a korábbiból már elhagytál? Abszolút, persze. Abszolút. Csak ezért mondom, mennyire láttam reggel, a reggeli már kimaradt, hogyha jól vettem észre, reggel nem gyűjtött le. Azt ezt is pozitív értelem mondom, de azért azt a tétovaságot, ahogy a Feri reggel bejön, és tudod, így még a rutinból, hogy mozdulna rá a kávé és csészére, és indulna ki, és nem. Nincs és mit akkor leül, és tudod. És így nézelődik, malmozik, tudod, igen. Hallgattam meg Janit. Jó, aztán pedig elindul befelé. Most próbálod tartani ezt a napi kevesebbet, vagy a fülszúrás még kitart azért? Vagy kitart a fülszúrás, meg arra jöttem rá, hogy az én igazi dohányosságom az a reggeli. Tehát mindenki azt mondja, hogy a reggeli cigi a legszörnyűbb, mert hogy az a nagy függőség, hogy reggel fölkezd, és az első, hogy rá kell pippancsál. Érted? A Ferének az volt az a rakéta, amit, hogyha begyűjtöd, akkor elhagyta a légkört. Igen, akkor tudtam menni, de én már otthon is. Én elmondtam nektek reggel én kávé és dohányzás, hogy el tudjak indulni, aztán bent itt Annával a következő. És most ezeket elhagytam. Én ma még nem gyújtottam rá. Tényleg? Aha. És ahhoz képest tök nyugodt vagyok, jó? És ahhoz képest nincs semmi baj. Igen. Úgyhogy majd meglátjuk, de én még várom a következő módszert, illetve most mondom, ezzel a kis csökkentéssel megvagyunk, de ezt tudom, hogy ez önbecsapás az, hogy kicsit kevesebbet szívsz, mert mondjuk egy hét múlva ugyanannyit fogok szívni, ha nem megyek tovább az úton. De most ma még nem gyújtottam rá. Hát akkor keresnünk kell egy másik módszert. Valamit ki kell találni. Valamit ki kell találni. Azt észrevette, hogy próbál meg találni olyan más szenvedélyeket, amivel le tudná kötni mondjuk ezeket a felszabaduló energiákat most nemrégiben, mivel nem talált se egyetlen tubus technokol sem bent a szerkesztőségben, bedobált néhány celluxot egy zacskóba, és azt kezdte el fívni. De hogy hatod. Egyelőre még nem sikerült találni. Hát Ferinek ezek ilyen reggeli szeánszok voltak, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy reggel már a parkóból leáll a kis autóval, már kiabálja, hogy kávém! Tudod, a nyitott ablakon keresztül jött be, kávéspohár felmar, cigi előkap, és irány friss levegő. Igen, friss levegő és rágyújtás. És ezek például és már, ez marhára hiányzik. Nem. De nem a dohányzás hiányzik igazából, vagy most a nikotin még nem érzem. Hanem az egész, hogy ahogy kimész, hogy megfogod, ahogy... Egy olyat nem nézünk, hogy egyszer csak leteszed? Hozzunk még módszereket? Csüssük még ki az agyad egy ifaksival? Mondjuk azt, hogy mert most mi benne vagyunk. Tegnap este letettem, vagy mi? Nem. Most letettem. Jövő héten, hétfőn, vagy kedden kitaláljuk, hogy akkor mi van, ha sikerül, mi van, ha nem. Ünnepélyesen itt bent, elszívod az utolsó szál cigarettádat, azt körbeadod. Akkor tegyek bele valamit, mi? Körbe üljük. És egyszer azt mondjuk, hogy oké, megnéztünk különböző módszereket, jó, eddig nem tovább le kell tenni, abba kell hagyni, vége van. Elbúcsúzunk tőle, megsiratjuk. És abba hagyod. Jó, ez az új jövő hét legyen? Vagy hozzunk még módszert. Mondhatjuk ezt, hogy akkor a deadline, a halálvonal az jövő hét hétfő, de addig még hozhattok mondjuk egyet vagy kettőt. Jó, még valami. Azért férjen bele valami, mit tudom, egy viharlámpával vagy bunzenégővel égessük a talpát. Hogy legyen már még valami akció. Igen, kicsi gyertyákat, az IKEA gyertyát a lábujjai közé. Csak finoman. Gyújtjuk meg, mert hát le tudsz szokni. Jó, hát valamit még hozhatunk neked. Mondom, én még hallottam. Ott egy ilyen gerinces, kisütős, ideg kiégős... Mama, jól van? Blokkolós, idegsejtes, megölős, gerincbe beleszúrós, valamit hallottam. Általában az is létezik tényleg, hogy igen. A gerincedbe valamilyen idegpályát ott neked kiölnek. Aha. És ha mellé megy, akkor viszont lebénult a fél kezed. Két ilyen húsztűvel, tudod tényleg, ami ízjel, egy két ilyen ifaksira, így, amiről múltkor beszéltünk. De van valami ilyesmi. Még egyet találtunk.
de szerintem neki kell menni a radikálisabb módszereknek. Tehát aranyos volt ez a kevesebbet, meg akkor szurkáljuk a füledet, tehát jó. Tehát Jelinski sütés. Ennél te azért masszívabb dohányos vagy, hogy ez működjön, úgyhogy álljunk neki. Álljunk neki a keményebb módszereknek. Jó, mondom, akkor a héten hozhattok még egy valamit, azt kipróbálom, valamilyen módszert. Viszont én már kitaláltam, hogy mi a fogadásom tárgya. Na! Én már tudom. Na mi? Nem mondom. Ja? Miért nem? Ja. A betyárjál, de oda, csaptál. Figyelj, megcsavartad a témát. Na most? Üdesen. Na most meg vagyunk. Csak elmondom, hogy amikor ezt én otthon bejelentettem, hogy tovább roncsam az amúgy sem igazán jó renomémat. De ezt a meccs után vagy előtt mondtad? Ezt még a meccs előtt mondtam, erre még éjjel meccset néztem, és azt hiszem, hogy a válasz szélére sikerült sodorrom az én kicsi feleségemet. Megvan! Nem feküdjél már le a rohadt életben, hogy nem értesz azt mondta, hogy azt mondta, hogy ne! Ezt ne! Csak ezt ne! Könyörgöm! Ne! De mondom, ez lesz. Ne! Léci! Csak ezt ne! Ú, de jó! Ezt találtam ki. Akkor ez jó lesz. Ez jó lesz. Tényleg ezt mondta? Ezt mondta. Ha Viki tiltakozik, akkor ez jó lesz. Szerintem most ki nem szólunk. Büntik vagyok, most nem hallgatunk. Ja, most nem, igen. Szerintem most Kossuth szól. Igen. De nekem a Vikitől lekérdezett. Most ezen indított hallgatja. Szerintem a bocsiékra tekert. Most nem mi szólunk ott kint a szerkesztői fülkében. Szóval megálmodtam, hogy mit tudok neked felajánlani. Nagyon jó. Mi lesz az én, hát hogy is mondjam, ajánlatom, ha sikerül leszoknod. Aha. Tehát ugye én arra fogadok majd, hogy nem sikerül. Ha mégis megteszed, és bizonyítható módon szúrópróbaszerűen rátörjük az ajtót otthon, elmegyünk egy forgatásra, egy koncertre, és soha sehol kéményi nem jelentik, hogy dohányzol, mert az egész országot fogjuk rádállítani. Tehát mindenki téged fog figyelni. És azt tartod egy bizonyos időintervallumig, akkor én megvan, hogy mit ajánlok fel. Aha. Hogy mi a fogadás tárgya? Jó, most nem mondd el, hogy mi a konkrétum, csak két dologgal, csak tényleg, hogy biztassál minket, hogy áthúzzál minket ezen az időszakon. Közrehelyi tárgyával válsz, vagy nagyon fog fájni? Mindkettő? Ez az! Hát vagy és nézd ki üvöltött a leghangosabban! Nézd ki üvöltött a leghangosabban! Viki, mindkettő! Úgy kell neki! Mindkettő. De jó. Kettő. De hát ez egy áldozat, tehát a fogadás ugye arról szól, hogy vállalj be valamit, amiért inspirálod a másikat, ha megcsinálja, akkor viszont hát magadat kell úgymond idézőjesen áldozattá tenni, tehát az olyan, az mindkettő. Ha miért érdemes nekem küzdeni? Mert hogyha úgy érezném, hogy ez a cigis ügy maga nem elég a küzdelemben, hogy ugyan letegyem, de jobb, szebb életem legyen, hogy legyen valami, ami egy ország fog majd röhögni a Balázson. Ha kellett, igen. Ez a szerintem erőt az. Szerintem ez fájni is fog. Figyelj, tudod mit? Hagyjuk, én most leszoktam, én meg vagyok. Kész, mondhatod. Minden olyan, amikor rágyújtanál, akkor eszedbe jut, hogy nem. Ez annyira durva lesz, hogy ez neked erőt. Tehát lásd, hogy mit vállalok be azért, nagyon jó. Hogy neked ez menjen, és neked ez sikerüljön. Jó, és akkor nekem is kell valamit beígérnem, ugye? Te is gondolkozzál majd valamit, hát az már úgy jó, hogy tudom, tényleg, hogy te mit adsz. Hát tényleg fogadjunk. Jó. Én benne vagyok a fogadásban, én tartom. Az a baj, nagyon elszánt vagy, tehát sanszos, hogy megcsinálod, de én azért. Hát úriember tartja magát. Nagyon jó lenne. Ugye? Nagyon jó lenne. De akkor tényleg valamit azért sejteni kellene belőle a Ferinek, hogy azért partiban legyetek. Tehát, hogy mind a ketten olyan dolgot ajánljatok fel, ami egyelő súlyú. Hát figyelj, a jövő hét hétfőn azt mondjuk, hogy itt a vége a dohányzásnak, és akkor elindítjuk, akkor elég, ha elmondja. Hogy ő mit ajánl. Persze, hát ha megtörténik maga a fogadás, hogy elszívja az utolsó szál cigit, csap bele a dátum mondjuk, mit tudom én, december 15-e, 20-a, azért, hogy tartsunk azért egy hónapot, két hónapot, hogy ne azt mondjuk, most egy hétig nem gyújtasz rá, mert utána semmi. Egy hét múlva én megcsinálom, hogy hülyére dohányozza magát két hét múlva, az nagyon nagy bukó. Tehát mondjuk két hónapig, mert az már valódi leszokás. Tehát két hónapig, ha nem gyújtottál rá, utána már szinte megvagy. Az első három hét által a legkeményebb. Igen? Igen. Három hét a legnehezebb. Csak lásd, hogy mennyire a szívedem, vagy az én szívemen viselem a sorsodat. Én elolvastam az Ellen Kernek a könyvét. De megrendeltem, elment a Juli, de. És elolvastam. Nem tudom, miért én olvastam. Igen, ez érdekelne, hogy miben hiszel, hogy nem fogsz többet rágyújtani? Mert itt is se dohányoztál. Na mindenki azt mondja, hogy az Ellen Kern módszer, meg az Ellen Kern könyvén elolvastam. Odaadom neked, olvasd el. Szóval nem jó könyv. Nagyon nem motiváltál. Elolvastam, szóval odaadom, olvasd el. Közben jönnek a tippelések, hogy mit fogok fogadni. Veszel egy alfával? Nem, azért mindenek ma határ. Ajánld fel, hogy fizeted az esküvőjüket. De jó, az is mennyire az jó. Is mennyire jó. Hogy oké, akkor nincs más mentség, fizetem az esküvőt. Szóval elolvastam ezt a könyvet, és igazából attól tűnik jónak, hogy nincs benne semmi extra.
Aha, tehát semmi nem extra. Tehát úgy olvastam el, hogy na már érjek a módszerhez, kezdjem már el, és végül rájöttem, hogy az egész könyv maga a módszer. És arról szól, hogy odaadom, tényleg itt van az asztalomon, 2 óra, egyszer itt maradtam 1-ig, vagy délig. Valami csak ezért. És elolvastam az egészet. Hát ez egy milyen fiú, hát nézd meg. Itt ültem ahelyett, egyetül, hogy már jött a szél ebédelni, melegítettek kaját a mikróba, meg itt bújtam a könyvet. Mit csináljuk ezzel az emberre? Arról szól, hogy megérteti veled, hogy alapjában jövő miért dohányzol, milyen gondolataid vannak dohányzás közben, mit helyettesítesz, mi a pótcselekvésed lényege, mit csinálj helyetted, de semmi nagy dolog nincs benne, hogy akkor most induljon a leszokás. Egyszerűen csak részleteiben érteti meg veled, hogy mit csinálsz, amikor dohányzol. Aha. Mit pótolsz, mit nem pótolsz, függő vagy nem vagy függő, beteg vagy nem vagy beteg, ezt így leírja, és általában elolvasod és leszoksz. Ezt az esélyt. Te elolvastad, és nem jutottál rá utána. Nem, mert olyan rohadt hosszú a könyv, és ezért ajánlom dohányosoknak. Amikor olvasod, addig se gyújtasz rá. Igen, tehát csak olvastam, végre úgy felúztam magam, hogy már én is megkívántam egy 100 cigit. Na, szóval akarod, akkor ezt odaadom neked, olvasd. Jó, akkor ezt én ma gyorsan kivégzem, holnap beszámolok róla, és akkor még mindig tudtok hozni egy szerda csütörtökön egy jó, ilyen gerinc kis ütést. De én ezt odaadom neked szívesen. Jó? Hát egy igazi önzetlen férfi vagy tényleg. Mert mindenki azt írja, hogy ez az Ellen Kerr, ez meg mennyire jó. Ő már nem tudom hány millió embert szoktatott le a dohányzásról. Tehát ő már ilyen tanfolyamokat szervez, meg ilyen nagy ilyen központokat hozott létre, ahova te be tudsz vonulni, és akkor ott téged az ő módszerével leszoktatnak. Semmi extra, nincs a módszerébe. De lehet, hogy neked lesznek benne nagy igazságok. Tehát te úgy fogod olvasni, hogy Jézusom, tényleg, ugye, hát én nem vagyok dohányos, tehát én nem tudtam, hogy mi van reggel, mi van este, mi a mozdulat, mi a füst, több csomó mindent leír, ami tök jó. Lehet, hogy megérted saját magad, hogy... Végre. Ennyi év után, 45 éves vagy. Eljutsz saját magadhoz. Itt a könyv, nesze. Igen. Jó. Kazi kérdezi, Balázs, felajánlod az első szülöttedet, kérdezi. Van elég gyerek otthon, köszönjük. Igen, ha Feri leszokik, akkor Jani megeszik egy rántott húst. Hát a Jani nem akar fogadni, illetve Jani nem a Jani. Én most ezt páholyból nézem végig. Most én páholyból nézem végig ezt a kis eseményt, és nagyon drukkolok mind a kettőjüknek, mert bármelyikük szív, a számomra öröm. Csak jól jöhetsz ki a dologból. Egyértelmű. Csak jól jöhetsz ki a dologból. Én tudjátok, hogy a radikális megoldások híve vagyok, a Balázs erősen tiltakozott, de én még mindig tartom azt az állításomat, hogy a legjobb módszer az lenne, hogyha felszívódó varratokkal összevarnánk a Feri száját, és katéteresen táplálnánk. De hát de nem akarják. Nem, valamiért, az igazi bulit nem. Hány, mennyi idő alatt szívódna varrat? Hát azért egy-két hét azért lenne benne szerintem. Meg a feleként tud dohányozni. Tehát azért, ha nagyon nagy baj van, akkor így még azért így... Jó, általán talán valamennyi oda is maradna. Csak annyi egy kis gemkapocs. Ugye meggyújtani azért kicsit nehéz a hátad mögött, de azért, ha már nagy baj van egy nikotinos, azért egy nikotinfüggő, simán elcsírja. Nem? Mit csinálsz? Dohányzom seggel. Igen. Tehát ez simán megtörténik. Azt mondja, Feriből jó politikus lenne, csak mellé beszél, de esze ágába sincs leszokni. Megérett az elhatározás. Megérett. Ne csináld ezt, ne megkereslek 38-as végű. Igen. Ne csináld. Igen. Alaki azt írja, Miklós azt írja, csak legyezgetitek a fingot. Köszönjük szépen. Finom helyre lettünk. Csak úgy működik, hogy Feri leteszi, és nincs több. A többi rizsa, nekem elhihetitek. Lassan-lassan eljutunk ide, tehát kipróbáltunk már ezt, azt még van egy-két módszer, de egy-két héten belül. Tényleg, ünnepélyes utolsó szálelszívás, és Feri leteszi. Nem lesz más. A módszerek nem hatnak. Tehát tényleg, múlt héten, mint egy tűpárna úgy néztél ki, 2 napig jó volt, ugyanúgy dohányzol. Úgyhogy, hát igen, el kell radikalizálni kell egy kicsit a módszereinket, igen. Azt mondja, én tudom, Balázs pingpongütővel fog teniszezni mezitláb. Nem ilyen. Nem engem fog verni pingpongütővel. Igen, Bali, a herevasalás nem ér. Egy-két ünnepélyes kép azért az lehet, hogy jó lenne, igen. Balázs pelenkában végigmegy a forgalomtól lezárt Andrássin pókjárásban. Ez az. Nem rossz. Erre gondolnál, te itt. Jó, hát így azért hülyét nem csinálok magamból. Tehát azért és azért novemberben tud. Azt azért élveznéd, na. Engem. Az Ellen Kerr módszerben az a jó, hogy nem az súlykolja beléd, hogy rossz a dohányzás, hanem hogy jó a nem dohányzás. Egyébként tényleg ez van a könyvben. Tehát ne azt várt, hogy beteg vagy, függő vagy, büdös vagy, rossz vagy, nem tudom mi vagy,
hanem milyen jó azt írja, hogy értsd majd meg, hogy mennyivel jobb lesz neked, ha már nem fogsz dohányozni. Mert az már... Jó a tematika. Tényleg erről van szó a könyvem. Mert az állításodnak az első felelő úgyis tisztában van. Hogy? Hát, hogy most ezt minek értse meg, hiszen érti, tudja, igen, hogy büdös vagy. Rossz vagy, egy szemét állat, kiközösít az a családod, ellensége. Az emberiség ellensége. Igen, a gyermekei gyilkosa, meg egyebek ilyenek, azt értem, de hogy mi a jó, hogyha igen, már nincs a cigi. Aha. Az a lényeg, hogy rátok, drága hallgatók, nagyon számítunk. Nagyon. Tehát 1,5-2 millió kémet állítunk így a Ferire. Ha észreveszitek, hogy egy budiban, egy tojtóvécében, egy best of koncertben hátul, az alfában a szőnyeg alatt a hátsó ülésen lebújva, törjetek. Nincs hátsó ülésen. Ja, nincs hátsó ülésen. Higgyétek el, tényleg. És csak a számokra hagyatkozunk, a puszta tényekre. Arra, igen, hogy 1,5 millió embernek a rossz indulata több, mint kettőjé. Törjétek rá az ajtót, kopogjatok be utána a budiba, menjetek utána, nem létezik az, hogy akkor, ha tényleg ő le akar szokni, akkor valahol titokban dohányzik. Mindenki őt kell, hogy figyelj. Vérdíjat tűzünk ki a fejének a fejére. Igen. Aki le tudja fotózni úgy, hogy egy 100 cigival a kezébe, és rémül, zavarodott és dühös arcot azt vág. Azt 10 000. Igen, és így mutat a kamerába egy... és ha fotósorozat, akkor meg pár nem fizet. Fiam, már látom a szemben lévő erkélyen megjelenni a masinákat. Így van. Először az anyázás, aztán a könyörgés. Tudom. Szabad szemmel látható összeget fizetünk neki. Jó? Ha ez valóban. Jó, de ez nem mostantól van. Ez nem mostantól, most meg duányozhatsz. Most meg duányozhatsz nyugodtan. Na, tapasz az jó. Sofőr vagyok, napi 2 doboz cigi volt eddig, se ingerültség, se semmi. Ezt Gábor küldte nekünk. Hát, ehhez én nem értek. Azon túl vagyok egyébként. Próbáltam pár évvel ezelőtt. Tapasztaltam egyszer, csak így kíváncsiságból, mondjuk nem volt meg a nagy leszokási kényszer bennem, tehát hogy nem úgy mentem neki, csak kíváncsi voltam, hogy meg lehet-e azt oldani, hogy merülés közben, ugye a nikot egy órát len vagy a víz alatt nem tudsz dohányozni, és ki akartam próbálni, hogy ezt meg lehet-e oldani. Tapasztal? Hát persze, hogy jöjjön a nikotén, tudod? Megyek a vörös tengerre merülni, viszek tapaszt, itt legyen a víz alatt. Én már próbáltam betölteni is nikotinos levegőt, de azt mondták, hogy ez annyira nem vicces. Feri, minek a 3 palac? Nem értettek a safari vezetők, hogy a palack ott érdelt, és fújtad a palackot. Mit csinál? És töltötted be a nikotinos levegőt, és működött a tapasz a víz alatt? Nagyon jól adja. Jól? Nagyon adja? Jó. Kibírod azt az 1 órát cigi nélkül oda lenn. Az már a komoly függés egyébként, hogy az 1 órás merülés alatt azon gondolkozol, hogy hol fogsz, vagy hogy mit fogsz szívni. Na mindegy. Úgyhogy segíts nekem még módszert keresni, jó, Jani? Természetes. És jövétem, hogy jövét után rituálisan elszívjuk az utolsó szálat. No? Egyértelműen. Vannak szerintem mindenképpen spirituális vonalra kell rámennünk. Vannak például nagyon megbízható, nagyon meggyőző hektetoválás. Mit csinálnak? A spirituális jeleket fogunk a Ferinek az arcára tetoválni, esetleg pszikével, éles nárdarabokkal, izzóvassal, stb. És szerintem ez hosszú távon segít, vagy nem. Uh-huh. De mint egy teknős békát rá. Síró teknős békát. Egy repülő lepkét. Igen, ahogy mozgatja a szárnyait, és szár róla a virágpor. Az jó? Az jó. Igen. Egy félfény macskát. Így van. Így van. Egy hatalmas lőcse rendelkező pónit. Egy híres inka tetoválás. Így van. Ez mindig beszokott jönni. Állítólag mindig segít leszoktatni. Igen. Na jó, szóval akkor ma megkapod az Ellen Kerr könyvet, jó? És akkor olvasd el, aztán megnézzük, hogy mi. Lehet, hogy holnap már úgy jössz be, hogy elolvastad is, és... Végeztem mindennel. Mi az a cigaretta? És mit akarunk mi egyáltalán? Jó, olvasd el, Feri, én így szoktam le 42 év után. Pozitív hozzáállás, ne nyavajog utána, sajnáld a dohányzót, ezeket a hasonló gondolatokat találod majd meg a könyvben. Aha. Ez neked újdonság, úgy látom, most írt. Ezen ne nyavajogj utána, ezt nem olvastam a könyvben, de lehet, hogy van ilyen rész, igen. Na, azt, hogy sajnálod. Ne nyavajogj, ne picsogj, ne sírjál, ne legyél kislány, ne legyél hercegnő. Szedd már össze magad, ne égesd magad, seminket. Igen. Na, meglátjuk. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Te is mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Tegnap kölcsön... Aztán te, Józsu. Igen, készülj, Zsülci. Tegnap kölcsön kértem a béka autóját, mert a városban volt dolgom, és kellett egy nagyobb
tárgyat elvinni. Lerobbant az Alfa? Nem, ennyi. Ja. Csak abban nem fér be, kicsi a csomagtartója. Ja. És ahogy jöttem visszafelé a kocsihoz, most már nem azt csinálják, hogy az ablaktörlő alá tesznek szórólapot, hanem beszúrja oda, ahol a te beszállsz, tehát a sofőr ajtónál az ablak, hoz rányomja és fölnyomja a szórólapot oda a gumihoz, azt tartja meg. Igen. Na, mentem, én nem is néztem meg, hogy mi a szórólap, levettem, bedobtam így az első ülésre, az anyós ülésre, bevittem, hazavittem a kocsit, visszaadtam az én kedvesemnek, aki... Megtankoltad. Egyébként igen, de ez most mindegy, mert kocsit is. Tök érdekes, hogy megint üres volt, mikor nálamban. Ugye, hogy a kutyafára, hát nem pont égett a sárga lámpa, ismerem, tudom. De ez tényleg, hogy nem. Visszaadtam a kulcsot, aztán én elmentem az anyámért, meg elmentünk a Somáért, és a béka hív, hogy én milyen helyeken járok. Hát mondom, milyen helyeken, ben voltam a városba, betettem a cuccot, amit el kellett, áttettem a másik helyre, sehol nem voltam. De hogy az a szórólap, amit én oda tettem az ülésre, az egészen felháborító, hogy ezt én eltettem, és hogy ezt nem dobtam ki. Megmutatom nektek a szórólapot, kérlek szépen, mert elhoztam magammal. Hát, ez az. Na most az, bájos arca van a kislánynak. Igen, de bájos arca. Első ránézésre gondolnád, hogy ez egy átlagos masszás szolgáltatás nyújtó történet. Én ezt ma néztem meg, miután a békával letisztáztuk ezt a helyet, de most fölmentem erre a bizonyos weboldalra, csak megmutatnám, mert itt azért vannak olyan képek is, ez az egyik masszás szalonnak. Honnan hoztad el ezt a dolgot, amit ugye? El kellett? Basszus, nem tudom kimagyarázni, hogy én nem voltam itt. Hát, ha találnék egy ilyen kártyát a feleségem ülésén, vagy ha én nő lennék és egy ilyen kártyát találnék, valószínűleg én is gyanakodni kezdenék. Ez egy masszázszalon, ahol aranyszalon, ezüstszalon és bronzszalonban várják a delikvenseket. Diszkréten világított kis, szobácskával. Így van. Gondolom, hogy bum-bum finissel a végén, nem? Én elolvastam a leírását, azt írják, hogy ez nem olyan szalon. Ez nem olyan szalon. Na most a képek ennek egy picit ellen mondanak, de mit csinálsz ilyenkor? Most mit mondjak még a békának, mikor mondtam neki, hogy te figyelj, én nem szeretem a masszírozást magát, tehát én nem szeretem, ha hozzám érnek. Ehhez képest pedig ez volt a kocsiban. Na most még mondasz valamit? Hogy nem nagyon, hát furcsa. Miért nem visz vissza, Feri? Megbántottam. Ugyan miért van rá? Egyébként is itt hagytad a tajkártyádat a személyigazolványra, itt maradt a tárcát, Feri, gyere vissza. Viccelt, amikor azt mondtam, kicsi. Tehát ki lehet ebből jönni jól? Most mit mondjak rá? Nyilván letisztáztuk tegnap este, hogy én nem ott voltam, hanem ténylegesen szállítmányoznom kellett, de ugye szegény így elgondolkozott rajta, hogy én nem voltam otthon napközben, hogy bementem-e ide. Nyilván ő is fölment erre a weboldalra. Figyelj, Feri, én azt mondom, hogy bekelt ki. Eljön még az idő, amikor örülni fog, hogy nem őt nyüstöl. Akkor tegye el a szórólapot. Például a biztonság kedvéért. Hát ez szép. És magyarázkodtál? Hát mondtam, hogy nem, azt se tudtam, hogy mi ez. Én meg se néztem a szórólapot, és tudod, nem akarod eldobni az utcán, kuka nem volt a környéken, így ledobtam az anyós ülésre, hazamentem, és ott is maradt ezzel az erővel, mert ha megnézem, mert okos vagyok, akkor természetesen kidobom, hogy nehogy ez legyen. De ez ott maradt, utána ő ment pannáért, a másik gyerekünkért, és hát nyilván ezt ő így elolvasta, hogy ez mit tud. Ez a kis cucc biztos rágooglizott erre a bizonyos címre, és ott ugyanazt láttam, mint amit én mutattam hát most meg nektek. Nagyobb baj lenne, hogyha mondjuk már hajnal 2-kor ébresztett volna föl, hogy a zsebedbe találta kint. Rohadt személy! A számlával együtt. Igen. Azért az kemény, igen, mikor egy ilyet így megtalálsz. Arra ébredsz, hogy a homlokom a vasalóval fejbe vágnak. Ennek a forró gőzvasalót a fejedre, hogy Philips. Igen, az a baj, béka nem kérdez, tudod, sütés, megtalálod a bőröndödet kint, ért a bőrönd, de hogy csak kidobálva a cucc. Úgyhogy ez van, kis mosolyszünet, de hát majd púla történet. Nem mész el megnézni? Te jársz ilyen szalonokba, nem? Nem mész el? Ismerem. Tényleg? Nem ismerem. Nem? Nem ilyen helyekre nem járok. De miért nem? De miért nem? Nincs ebben semmi. Azt írják, hogy semmi durvaság. Én megnéztem mindent, azt írják, hogy itt nincs semmi olyasmi, amire te gondolsz. Ennek ellent mond a body-to-body masszázs. Body-to-body. Nem hirdetetik magukat úgy. Hát nem lehet, persze, nem lehet, de hát azért így, ha megnézed az itt dolgozó hölgyeket, akkor azért van egy... Hogy képzeled fel, egy családos ember vagyok?
csak meg a címe. Ez igen, ez na, kemény. Hát szóval ilyen bekeveredtem, és ezek azok a dolgok szerintem, amire nincs magyar. Picit tehát, kellemetlen. Hogy nem kezded magyarázni, hogy béka, nem voltam, ott van, ledobtam magam mellé, sose jössz ki belőle jól. Hát de figyelj, de számtalan ilyen van, tehát hogy mondjuk az egyik oldalon, te vagy a másik oldalon pedig egy kicsit féltékenyebb, egy kicsit ezekre a dolgokra érzékenyebb feleség van, akkor gyakorlatilag ő mindenbe bele tudja képzelni ezt a dolgot. Tehát, hogy te valami kis tévúton jársz, mert jön tőle egy üzenet, mondjuk egy régi munkatársattól, aki mondjuk hölgy, és ne adj Isten, még jól is néz ki, mondjuk jön a, mit tudom én, a Viberen, vagy jön a Facebookon, vagy akármi, jön egy üzenet, és ő ezt meglátja. Onnantól kezdve, hogyha egy picit szenzitívebb ezekre a dolgokra, hát neked véged van. Igen, hogy nem iszunk meg egy kávét, és van mögött egy ilyen kacsintós jel. Hát kész, azt sose magyarázom. Mert hogy egyébként pedig... egy szelet sütit is megennétek mellé, meg lehet, hogy egy kólát is isztok. Hát meg és a tejszínre belnyalása, igen, persze. Arról szól a kacsintás. De hogyha a feleséged beleképzel többet, vagy a párod, onnantól kezdve neked véged. Neked biztos nem volt ilyen, mert tuti, te rendes ember vagy, de olyaninak hallod. Eltévedt SMS, vagy olyan, amiből azt gondolták, mit tudom én, egy rúzsfolt, egy belső zsebbe. Hát, vagy egy félreértett üzenet. Elrejtett névjegykár, de hogy nem, ilyen egy csomószor volt régebben, persze. Hogy valaki rád üzen, olyat üzen, vagy találsz a zsebedben valami tényleg egy női névjegykártya, tudod, amit a fogadáson a kezedben nyomják, mint valamelyik cégnek a kereskedelmi igazgató, mint az elrakod. És akkor mossa ki az ingedet, a zakódat, és benne van egy mit tudom én, egy kis boglárka a marketing, mint asszisztens névjegykártyája bent a zsebedbe. Marketing asszisztens. És akkor tudod, hát, ez meg ki. Nincs ez a nagyon durva ez meg ki, csak ez a tudod, amit a csajok nagyon jól csinálnak, és nagyon jó érzékel. Találtam egy névjegykártyát a zsebedben, ez kicsoda. De úgy, hogy szinte meg sajnálod, olyan ártatlanul kérdezi. Hogy szíved szerint megölelnéd, hogy jaj, hát olyan ártatlanul kérdezed, de aranyos vagy. De közben érzed, hogy a kötelet már belerakták a nyakadba, tudod, már egy ilyen konyhakés közelít a szíved felé. És minden egyes mondatod egyre hülyébben hangzik. Tehát ez az állapot, amikor hallod magad kívülről, hogy beszélsz. Megvan az állapot? Vannak azok a tudatállapotok, amikor szinte látod magad az előszoba egy másik szemszögéből, hogy most ott állsz és hülyén beszélsz. És egy ilyen testen kívüli élményed van, és nem tudod megmagyarázni, hogy minél ártatlanabbul mondod, annál rosszabbul jössz ki a dologból. Hát valakivel beszéltem, a kezembe nyomta, és elraktad. Nem szoktad elrakni, úgyhogy elraktad. Hát mondom, ott jöttünk, mentünk, tudod, és minél nyomorúságosabban magyarázkodsz, annál rosszabb az egész. Aztán megyünk tovább, tehát nincs belőle azért nagy baj, csak tudod, ezek a finom kérdések. És senki más nem volt ott ezen a partin, csak ez a hölgy. Amit egy pali nem kérdez meg, mert én találok a vikinek, a palik nem ilyenek, de a csajok azért ezt baromi jó érzékkel tudják úgy bekérdezni, hogy ha tényleg nem történt semmi, akkor is baromi hülyén tudom. Hát és ráadásul már lehet, hogy van egy képzelőre, vagy egy valóságos dossziéja. Tudod, ő már felment a Facebookra, lenyomoztam, már mindent tud róla. Aha, mert hogy van fölne egy közös kép rólatok. Hol? A jó, azért az már kemény, hogy úgy találja meg a névjegykártyát, hogy előtte már kamura megtalálja, hiszen már fél órája megtalálta, de csekkolja a Facebookon. Tehát de ilyenkor már mit tudom én, egy céges partin csinál egy selfit, nem is veled csinálja. Csak ott csak rajta a vagy a képben. Ja, igen, mert fönn van. Igen, akkor már fönn vagytok a fészem. Ja. Igen, hát a csajok ilyenek, de ez baromi jó érzékkel érzik meg, vagy ha valaki fölhív, akkor ő rá tud kérdezni, hogy vele mikor beszéltél utoljára. Tehát, hogy ők ezt nagyon nem tudom, hogy honnan érzik, vagy hogy tudják, hogy... Valószínűleg mindenre ugranak egyébként, és mi érezzük ettől magunkat rosszul, hogy egy olyan dologba képzelnek bele valamit, amiben nincs több. Egy kávé van benne, vagy egy ilyen selfie kép, amit te mondtál, Jani. És akkor ott állsz hülyén, de hát most kezd el magyarázni, akkor meg nyilván arra gondol. Honnantól kezdve. Ugye? Akkor véged van. Ha elkezded magyarázni? Persze. Itt elrakjátok, hát elrakod ezeket, te is ilyen névjegykártya, stb. Hogy nem? Hát persze. Még a rúzsfoltot kell ott a kocsiba, még a liftbe. Új, de gáros. Tehát azzal nehéz mit csinálni. Ezért kell férfi nével elmenteni mindegyik. Kovács Andrea, Kovács András. Ha? Júj, azért ott is van rutin. Csak találgatok. És ha becsörög az András, és véletlen felveszi a feleséged, és egy női hangban menne, azért az nagy bukó. Na jó, hát arra nem szabad rászoktatni, vagy hagyni, hogy rászokjon. Már ki? Hát, hogy az illető, hogy telefonáljon. Nem, ha a feleséged, hogy felveszi a telefont helyetted. Mi rávágsz a kezére, vagy mit csinálsz? De miért? Neked felveszi a Viki? Hát te látja, fiadat, nekem magánszámot, ismeretlen számot nem veszek föl, ha pedig valaki csörög, hát akkor látja, hogy ki, és akkor hát ha nem érem el, vagy gyerek van a kezemben, vagy kérem, igen, hogy... Milyen ügyben? Yes! Ez miért zavar? Fürdet! Mi kellene hozzá? Nem, pszichopata a feleségem.
mi közem hozzá, de az anyám volt. Nem tud most beszélni, nem értem? De Viki, hát az anyám volt. Nem, hát nekem ott van a telefon az asztalon, mindent lefordítod, elrakod, fiókban tartod. Hát nekünk így ott van egymás előtt a telefon, vagy így nincs elrejtve. Ez, ez egymás telefonjának a felvevése, tehát hogy én nem szoktam felvenni az övét, hogy őt keresik. Telefonon. Ha nem éri el, keresheti bárki. Fürdik, nem. Tőlem aztán csöröketnek. Hát, engem érte. Szia Balázs, Kis Boglárka vagyok, tehát már le is tagadsz, pedig esküvővel kecsegtettél ére. Na, nézzük meg ezeket a nagy félreértéseket, jó, drága hallgatók, amikor a feleségetek, a barátnőtök talált valamit, de most nem azt, amikor lebuktatok, hanem amikor valójában ártatlanok voltatok, de mégis óriási balhé keveredett a dologból. Egy névjegykártya, egy rúzsfolt, egy vörösborfolt az inger, egy pipsós szórólapanyag. Tehetek én róla. Egy szóróanyag, Feri a masszázszalon közelébe se volt, de mégis azért így magyarázkodni kellett. Tehát, hogy nézzük meg, hogy kinek mennyire paranoiás a felesége, mert elsősorban azért ezt tényleg csajokra lehet levetíteni. De egy rossz időben érkezett félreértető SMS, vagy Viber üzenet, vagy Facebook üzenet. Ami tényleg ártatlan volt, hogy ártatlannak indult, mégis balhé lett belőle. Jó, írjátok meg nekünk, hogy mi történt. SMS számunk 06 645 00 00. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És ugye arról beszélgettünk, hogy milyen félreértések vannak egy párkapcsolatban, amikor valamelyik fél azt hiszi, hogy a másik megcsalja, de nem konkrétan ugye a témánk az, hogy amikor ez valójában megtörténik, hanem az, amikor ártatlan vagy, csak jön egy SMS, jön egy hívás, a párod talál valamit a telefonodban, félreérti, van egy rúzsnyom az arcodon, de tényleg nem történt semmi, és tényleg ártatlan vagy. Viszont a feleségedet, barátnődet hát nehéz megnyugtatni, hogy nyugodjon meg, félreértésről van szó, mert ebben az idegállapotban nem nagyon tudsz mit mondani, ugye, ha úgy érzi a párod, hogy rajta kapott, és hát nehéz bármit mondani, mert minden magyarázkodásnak tűnik. Hát valaki meg se legyőzni egyébként az igazagról. Mint ahogy ugye, hát jó, nem árulunk el benne nagy tükröt, végül is a témát azért hoztuk be, mert Feri lebukott, és most próbáljuk valahogy kimosni. Az elfogadhatatlan. Minél többet beszélünk róla, témát csinálunk belőle, annál kevésbé feltűnő. Hogy... Tudod, mit melózom ezen, hogy ebből most téma legyen? Hogy Ferinek mentsen még a liráját otthon? Hallod? Nagyon örülünk neki, hogy ti is tudtok azonosulni a témákat, de valójában hazaüzenünk. Az igaz, egy nagy mentsük meg Ferit. Köszönöm mindenkinek, aki hasonló cipőben járt. Nekem a férjem ilyen, barátnőmtől kaptam egy somlói galuskát, hazahoztam, és kitört a cirkusz, hogy nők nem szoktak egymásnak sütit venni. Valljam be, hogy pasim van. Ez csak egy a millió hasonlóból. Na, ezt még nem hallottam. Ez meleg azért. Mint a barátnőmtől egy somlói, nők nem szoktak egymásnak sütit venni. Nem csak. Akkor miért vinni haza az ember, igen. Engem a haverok lefogtak, és kiszívták a nyakamat. Ezt kellett kimagyarázni. Na jó. Hát ez mindenek az alja. Hú, szerintem zseniális. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Figyelj, tényleg azt történt, hogy ittunk a srácokkal a kocsmában, lefogtak. Nagyon jó poén. Nagyon tetszik. Úristen, mit tetszik. Szerintem már hétvégén kipróbáljuk a srácokkal. Nagyon jó. Imádom. Az autócsomagtartójában oldalt eldugva egy csikosítót és gumiószert találtam, botrán csináltam. A férjem öccse kölcsön kérte pár héttel ezelőtt az autót, Németországban volt, idézőjelesen üzleti úton. Na akkor felejtette ott, mivel felhívtam és számon kértem, a feleségem pont hallotta, majdnem válás lett a vége, azóta nem a mi autónkat kéri kölcsön. Írja nekünk egy hallgató. Diszkóban voltunk egy baráti társaságban a feleségemmel, az asszony kiment egy közös pisilésre a barátnővel, nagyon melegen volt, mire egy társaságbeli lány hideg kólás üveggel hűtötte a tarkomat. Ekkor jött vissza az asszony. Balihé, hegyek, ez több mint 10 éve volt, azóta hallgatom. Pedig egy hideg kólás üveget felnyomnak a tarkodra, hát ez nem annyira semmi. Hát annyira el tudom képzelni, amikor neked hűti valaki a tarkodat, egy hideg kólás üveg, és a Viki betoppa. Nem, ő már nem él, aki hűtött. Az, figyelj, akkor csak a csörrenés, a kólás üvegnek a csörrenését lehetne csak hallani, és ő pedig eldőlné. 3-4, hogy hívják a késsel, villával, meg ilyesmivel, hogy hívják körül, és a feje pedig gurulna el. Barátnőm betegesen féltékeny, a Facebookon követi, hogy kik lettek az új ismerőseim, minden nőről kifaggat, még a 60 éves rokon a néni. Egyszer duzzogva kelt fel, mikor megkérdeztem, mi baja, azt mondta, hogy megcsaltam álmában. Az igazi paranója, amikor már az álomra is féltékeny vagy, és dühös vagy a párodra, mert valami olyat tett álmodban. Az ilyen terhelt nőkkel nem egyszerű. Kollégám a szlovák üzleti úton voltunk, véletlenül a felesége napszemegét hozta magával, és ott felejtette az én kocsimban. Nem volt egyszerű kimagyarázni, miután a neje megtalálta. Csaba írta. Csaba írta nekünk.
Igen, ez kemény, amikor a haverok barátnői ott hagynak valamit a kocsiban, nekem is ilyen kézfertőtlenítő, hajcsat, hajgumi, tudod. Hajcsat a haveroktól. Ó, hát maradt már ott, mintha mentem a márka valahol, ott ült a barátnője, és mint a hajcsatját, a hajgumiát ott hagyta a kocsiban. Azt hittem a márk hajgumiát. Nagyon rossz nagycsomi. Ott hagyta a kocsiban, mert a Viki megtalálta, és amikor előveszel egy ilyen női hajgumit két hosszú női hajszállal benne, az kemény. Ez kemény. Mi? És akkor nagyon tartja. Kell kapaszkodnod. Tehát akkor azért nagyon melózol, és nagyon kattog az agyat, hogy úristen, mit csináltál, tudod, hol voltál? Ilyenkor elkezdi lehelni a szélvédőt, megjelennek a lábnyomok, nem, de... Óriási. És ez micsoda? Semmi. Nem, szóval az tényleg kemény, de hát ilyen van. Nem, hanem felolt egy UV-lámpát. Igen, végig fel a pillanatban. Az NCIS senki hozzá képes, kapcsolódnak a lámpát. Vetted ezt a szemüveget, ideg. Azon a kis púderecset, tudod, végigmegy. Csak jogurt. Keresi az új lenyomatokat, minden. Felrasztam a kaukázusi kefére. Nem, tényleg volt egy vitem valahol, amit tényleg egy barátomat, meg a csaját, és ott maradt egy ilyen kézfertőtlenítő, vagy egy hajcsat, akkor azért kell egy katicás kis hajcsat, tudod, hát azért mondtam, széhordom, így szárítom be a hajam. Ez most a legújabb trend, de valahogy nem hittem. Arra keltem, hogy a feleségem hozzám vágja a telefont. Reggel kaptam egy SMS-t idegen számról, hogy nagyon jó volt a tegnap este, és várja a következőt. Miután felhívtam a számot, kiderült, hogy az egyik munkapartnerem küldte, csak félrement. Pasi volt egyébként. Nem voltam aznap már álmos. Jött ez is SMS-ben. Én már azzal is meglettem gyanúsítva, hogy a feleségem azt álmodta, hogy én megcsalom egy szőkenővel, reggel ki lettem faggatva, hogy nem kavarok egy szőkehölgyel, a munkahelyemen nem dolgozik egy szőkehölgy. Nem egyszerű. Jóci küldte nekem. Mert az álmok nem hazudnak. Okay. Tegnap kaptam egy emedíjas számról SMS, szia Balú, mikor találkozunk. A párom megnézte, persze egyszerre azt gondolta, hogy van valaki, azt se tudom, hogy ki írt. Mondtam, hogy soha, de soha nem csalnám meg. A volt férje megcsalta, azóta nem tud megbízni senkiben. 30 évvel ezelőtti párom talált 4 mozijegyet a zsebemben. A mai napig nem hiszi el, hogy 3 kollégámmal voltam moziban, és nem 2 lány, 2 fiú. Egyébként tavaly vettem el feleségül 30 év együtt élés után. Mozijeggyel én is jártam így egyébként. Azt meséltem, mikor elmentem megnézni az űrtitkai című félórás ilyen egy teleszkópról szóló. Hát mondjuk tipikus. Az űrtitkai. Délelőtt bevásárló központ. Az űrtitkai 3-4 órás Hubble teleszkópról szóló. Egyedül voltam a moziban. És annyira nyomorúságosnak éreztem magam, hogy egyedül megyek moziba. Tudod, a legszáralmas, amikor a pénztárban is gondolják, ugye, hogy na, ennek már barátai sincsenek, hogy 2 mozijegyet vettem. Jaj, nem. Ezt elmeséltem ezt a szorít adásra. Vettem 2 mozijegyet. Mondom, mégse gondolják a pénztárnál a csajok, hogy ekkora lúzer vagyok, hogy sziasztok, a Hubble teleszkópról szóló 3-4 órás dokumentumfilmre szeretnék egy darab mozijegyet. Mondom, 2 kérek. Odaadtam, és elmentem egy kezelő kislányhoz, és mondtam, hogy mindjárt jön. És csak most dobban. Szánalmasabb, hogy egyedül halálosan nyomorult. Beültem egyedül az előadásra, egyedül voltam. Brutál IMAX-ben az egyik behársadók. Senkit nem érdekelt. Egy 3-4 órás, nem tudom mi a címe, magáról a Hubble űrteleszkópról szól. Hogy fényképezi a mély. Én se hiszem el ezt a sztorit. De tényleg, és ugye, nem akartam, és hazamentem, és beraktam a 2 mozijegyet a belső zsebembe. És hazamentem, mint aki jól végezte a dolgát, Viki mostak ki a nadrágomat, és elővett 2 darab mozijegyet. Ja, de még el is mesélted, hogy milyen filmet láttam, drágám. És én elmondtam, drágám, hogy hol voltam, mit láttam, egyedül ültem a moziban, mindent, de 2 darab mozijegyet vettem elő. És mi volt a film címe? Már nem emlékszem. Nem emlékszel. 2 órával ezelőtt volt. És mondta, hogy hát elmondtam, hogy hol voltam. Hát nem gondolod, hogy elmegyek egy nővel, hát bárki lefotózhat, látnak. Hát mondom, ennyire nem vagyok amatőr, azért nekem is van múltam. Szóval azért... Emlékszem. Hidd el azért, hogy átmentem már egy csobó mindenet. Mondjuk a 2 jó, mert jó egyébként. És megjöttem 2 mozijegyet, hogy ne tűnjek számlamosnak. Inkább 3-at kellett volna venni. Az még nyomorultabb. Mindjárt jönnek a srácok, buliba vannak. És tudod, hogy egykező látja, hogy nem megy be utána senki. 3 miatt nem kell magyarázkodnod. Az igaz. A 2 után meg nyilván kell. A 2 a legnyomorultabb. Uh-huh. És megtalálta a 2 mozijegyet. De volt belőle. Volt belőle baj. Hubble. Mit adoksz? Hubble. Engem. Véletlenül fordítva vettem fel az alsó gatyám, ezt esre vette észre, olyan bajhé kerekedett belőle, hogy az brutális volt, azóta is harag van, pedig nem történt semmi. De arra gondolt, hogy jól vette föl, és ott máshol levette, és fordítva vette föl, mert sietni kellett. Azért az kemény, nem? De miért vette le? Nem vette le, reggel vette föl, fordítva. Reggel fordítva. Kölcsönadtam a lakást egy barátomnak, a párom kisír szemmel várt, ki volt ez a kákén.
kérdezte, majd felmutatott egy műkörmöt. Magyarázkodnom kellett. Na jól van. Hát köszönjük szépen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes kísérletnek lehetünk szem- és fültanúi, ha előveszünk egy bizonyos kalkulátort, és szerintem ezt minden ember szívesen kipróbálja, mert hogy a biztonságos szex előnyeire hívja fel a figyelmet egy online kalkulátor, és brit, hát hogy is mondjam, egy brit cég, most tök mindegy, hogy melyik, létrehozott egy online kalkulátort, és azt mondja, hogy ha te ide... A British Calculator Corporation. Így van, azt mondja, hogy ide, ha te beütöd, hogy hány párkapcsolatod volt eddig, akkor a kapcsolati hálók elméletein alapuló alkalmazás tudatosítja benned, hogy te tulajdonképpen hány embert veszélyeztettél, ha nem védekeztél. De ez egy érdekes dolog, félig komoly, ugye, mert hogy a védekezésről is beszélnek, és a védekezés fontosságáról. Másrészt megtudhatod, hogy ha te valakivel, vagy X számú nővel vagy férfi voltál együtt, akkor közvetett formában te valójában hány emberrel szeretkeztél, és hány emberrel találkoztál a nagyvilágból, mert a kapcsolati hálókat összeveszti, és kiszámolja neked. Egészen megdöbbentő számok jönnek ki, úgyhogy vallanotok kell, és elmondom, hogy hány emberrel találkoztatok, vehettetek át dolgokat, terjesztethettetek, vagy kaphattatok elvileg, ha nem védekeztetek. Ugye hát ez egy fontos dolog azért, és ez egy szellemes felvilágosítása a fiataloknak, hogy számszerűsíti, hogy igaz, hogy te együtt voltál 10 nővel, de mégis jó, ha tudod, hogy X mennyiségű nővel voltál, vagy férfival közben, és vettél át, vagy adtál különböző dolgokat. Akarjátok tudni a szörnyű igazságot? Hát persze, nagyon na, jó. Vallanatok kell. Az első kérdés, amit ez az online program feltesz nekünk, hogy nekem volt szexuális kapcsolatom férfival vagy nővel. Kivel kezdjük? Mind a kettőtöket lefuttatjuk. Ha is, akkor mi van? Na most hova ütök? Hát, tehát hova igen. Ütsz? De maradjunk annál, hogy nőkkel volt nőkkel. Hát 11-kor valaki leverte a lámpát egy székkel, onnantól kezdve nem emlékszem semmire. Na. A következő kérdés, amit feltesz, hogy hány emberrel volt, hány emberrel aludtál együtt, de náluk az együtt aludni az ugye az kapcsolatot jelent. Lefeküdni valakivel, ugye tulajdonképpen az angol azt így mondja, hogy különböző korosztályokból. Tehát be kell azt x-ellet, hogy... De hogy én hány éves voltam? Én hány éves vagy ők hány nem, évesek nem, nem, hogy ők hány évesek voltak. Igen? Hogy ők hány éves nőkkel voltam eddig együtt? Uh-huh. Aha. De most lehet, hogy azt mondja, hogy amikor te annyi idős voltál, akkor hány évesre voltál együtt? Hány fővel voltál? Nem úgy van, mert hát... Mert hogy hány éves? Nem. Ez azt mondja ez a program, hogy, tehát, hogy választ ki a korosztályt. A korosztály? Ja. Aha. Jó, válaszunk. 16-tól 19-ig. Feri. 16-19 éves, az nyomorúságos időszak volt az én életemben is. A csókolózás nem ér, ugye? Tehát itt konkrét szexuális kapcsolat. Igen. Attól függ, hogy... Hogy hol csókolt, vagy hogy mennyire csókoltuk egymást. Egy. Nem, hogy a 16 és 19 év közötti nőkkel volt-e kapcsolat. Egy. Oké. Okay. 20-24. Igen, azt már szerettem. 20-24. És akikkel nem védekeztél, ugye fontos, igen, hogy ez, hogy ez a kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy akivel ugye nem védekeztél, mert ott lehetnek különböző, 24. Hát, hogy is mondjam, kisebb-nagyobb félreértések. 20-24, beütök 8. mondjuk 8-at. 25-34. Istenem. Gyönyörű kor volt, amikor szabad voltam 10 évvel ezelőtt. De nem te voltál 34, hanem a... Igen, tudom, hanem hogy én szabad voltam, akkor pont az a korosztály volt meg, akikről 10. most beszéltem. Basszus, válaszolja, már annyira várom a 60-70-et. 10. Igen. 35-44. 2. Ja, én 5-öt írtam, 2, visszaveszem. 45-64. 1. 65 plusz. Az nekamúr! Jó, elmondta, hogy nem volt. Nem mondta, hogy nem volt egy best of koncert. Fiatal voltam, és kellett a pénz. Tisztelt bíróság. Írd már be 2-t. 2-t. Annyira meg akartad kóstolni ezt a házi snidlinges kecske sajtot. Kecske sajt. Igen, most azt mondja, hogy 24 összesen. Igen. Tehát ezt kiszámolja neked, ugye ez nem túl bonyolult matekai művelet, hogy 21 összesen, hát azért ehhez még hozzá kellene a minimum egy nullát Feri esetében, ugye? Hanem 2-t, jó. Fúj, na most rámész arra, hogy kalkulálja ki neked, hogy hány emberrel érintkeztél te tulajdonképpen, és egészen megdöbbentő a szám, ami kijön, mert elmondja neked, hogy 7.316.700 mi van? 7.316.700 a kapcsolati hálókat ennyi nézi. Ennyi nőhöz jutottam el, látod?
Tehát ennyi mindenkivel találkozhattál te, ugye, nővel, férfivel, azokon a nőkön keresztül, akikkel te együtt voltál, mert hogy ők is voltak igen. együtt, akikkel együtt volt, ők is voltak együtt, tehát ugye a kapcsolati hálót nézi. De akkor várjál, ennek a fele férfi. Hát, hát az én nőim, akik ebben benne vannak ebben a szolid számban, ők valószínűleg más férfival igen. is voltak. Igen. A partnereiket nézi, a partnerek partnereit, a partnerek partnereinek a partnereit nézi, és így folyamatosan nézi meg, hogy tulajdonképpen hány emberrel találkoztál te ebben a formában. Igen, csomó sógor és sógornő. Hány emberre jutottunk el egymáshoz, mert ők is hozzám akkor, ugye? És én is hozzájuk. És hogy ezért fontos védekezni. De érdekes lenne ezt így látni így papíron, vagy egy ilyen tablón, mint a családfa. És térképre rá. Az arca ilyen kis kaján, kis, hogy hívják, a kis pajzán mosolja. Hát a sztori meg a best csinál ilyeneket, hogy a celebek, akik az ugye összeérnek, és akkor ilyen kapcsolati hálóban látod, hogy a csajok hogy vándoroltak az egyik milliárdostól a másik milliárdosig, műsorvezetői, másik műsorvezetői, kivel voltak együtt. És hát, legalább tudod, hogy kb. Kitől kaphattad el. Hát azért, amiről már nem ír a best. Ebben az esetben azért azt nehéz lenne ki bebizonyítani és felgöngyölíteni, mert azért ott mindenki mindenkivel kapott. Tehát 7 millió. Gyönyörű. És maga a kampány egyébként érdekes, azt mondja, hogy fontos, hogy a fiatalok megtanuljanak védekezni és a szexuális úton terjedő betegségek ellen felkészíteni magukat, megismerni, és hát egyszerűen a védekezés fontosságát egyébként tudomásul venni. Tehát jó az ötlet. Jó az nagyon, ötlet. Nagyon jó. Mi nagyon van jó. Akkor, ha valaki igen? csak egy emberrel volt ezt mindjárt beütöm, Jani, nem? Hát, ez van egy ilyen emberünk is, aki ugye hát Szűzen ment. Ja, igen, ez én vagyok. Igen, mindig elfelejtem. De az nem jó. Szűzen hátoszolott, és Móri elvette a legnagyobb kincsét. De nem az első évben, hanem azt, hogy a 10. évfordulónkban. Igen, és jó, véletlenül. Az volt az ünnep, mi? Jó, beütöm, hogy woman, oké, beütöm, hogy volt két 10-19-es ilyen puszi a suli. Beállok, srácok a célkeresztbe, igen. Volt két puszi a 10-19-es, 20-24 kimaradt, 25-30 4 egyszer fejben, 30-35-40. De Mónit nem számolhatod bele sehova. Mónit nem számolhatod bele. Nem, megállt Jánosnál. Nem. Hadd segítsek egy picit, nem, ezt most az én esetemben úgy kell vizsgálnod, hogy mivel csak ugye a tenyeremmel kerültem kapcsolatba, a feleségem előtti hány éve, nem is tudom, hogy 30 évben, ezért azt kell megnézned, hogy hány emberrel fogtam kezet áttételesen. De várjál. Érted? Te most mennyi vagy? 45? Igen. Mióta vagy Mónival? 20 éve? Több mint 20 éve, igen. Akkor voltál 25? Igen. 24 évesen vesztettem el, ugye? Akkor az egy. Amikor a katonatársaim megerőszakoltak. Végre megszabadítottak tőle a katonatársaim. Jó, beütöttem akkor 3-at. 65 pluszban nem kalandoztál egyszer? Nem. Oda nem értél? 30 fölötti barátom nem volt. 35, a 35 nem. A 25, akkor 25-34-et azt kiveszem. 20-24-re beütök egyet, egy ilyen kegyelemszúrást. Jó, igen. Egy szánalom. Mert a szilveszteri partin visszanézett, már mentek volna el egyébként, és akkor ott látta, hogy ott a sarokban ott heverek és sírdogálok egy fél doboz, hogy hívják a kommentes sőre, mert nekem az is elég volt, és akkor hátrajött, visszajött, és akkor hátracibált, és a göngyölegnél megcsinált. Igen, így tör. A göngy, ez nagyon fontos, hogy a göngy. A göngyöleg mellett közvetlenül, de a szakácsok szóltak, hogy siessek, nem már zárnának. Igen, ez nagyon hangos, igen, hogy a rengeszőt. Azért készítettek mellé még ételhordóban némi, hogy hívják ott marcipános diós tortát, ami még megmaradt egy letört fejű marcipán mennyasszonyt, ami a tortáról száll. Jó. És egy üres kartonlappal betakarnak. Igen, akkor most lásd, kegyes voltam hozzád, kicsit túloztam, beütöttem 3-at. Ne csinál. Milyen korosztály? Jó, de beütöttem. Maradjuk a realitásoknál. Ne az álmaimról. Ne az álmaimról beszéljünk. Jó, nézd, akkor most Vili belóg a kezem. Jó, beütöttem 3-at. 10-19, 2-20-24, 1-25-34, 0-35-44, 0-45-64, 0-65 plusz 0. Jó? Tehát 3. Jó? Kalkuláció. Kalkuláltam. Isten. Kalkuláltam. Megjelent egy smiley-e? Nem. 576.816. Így is. 516.816. Ugye itt az évet is kell, hogy nézze, hiszen minél fiatalabb a lány, ő azóta annál több mindenkivel találkozott. Nem? Vagy ez nem így van? Hogyha 10 évvel ezelőtte volt. Nem, a minél idősebbet x-elsz be. Ja, te minél idősebbet x-elsz be, igen. Ugye, tehát az én 7 millióm az jelentősen köszönhető a 265 pluszosnak. Igen. Hát ők az elmúlt 40 azért évben, azért oda pirítottak. És akkor például van-e olyan közös meccésű hang? Van.
a mi életünkben. Biztos, hogy van. Ami összeér. Senkivel nem voltam Békés-megyéből. De én nem csak Békés-megyében voltam, és képzeld, hogy Békés-megyéiek is kufircolhattak más. Biztos nem. Máshol szerintem nem. Jó, ebből a háromból én nem akarok magamnak senkit. Nem tudni, mert hogy hívják, egy teljesen más szegmens. Nem, közös nincs. Tehát, hogy közös... Nem úgy közös, hanem akivel összeérhet a hét. Nem volt egy haknyitok azon a bulin, ahol engem, tehát az egy is visszanézett, és utána jó, de mi voltunk, na. Nem láttál 20 évvel ezelőtt egy ilyen Ursula kinézetű lányt, egy kicsi kopasz hátizsákos srácot, vagy akkor még nem egy kicsi hátizsákos... Szimatszátyros, Iron Maiden pólós. Szimatszátyros, hátizsákos, nagyon tiltakozó fiatal srácot berángatott a göngyöleg mögé. Igen, nem. És látál, és közben kiabált a srác, hogy nem. És hallottad, hogy igen, ne, végre. Ne. Van elég bajom. A konyhának a lengőajtó, hogy járt kisbe, és még hallott, hogy nem, még erre nem készültem fel. Nem, illetve nem így mondtam, mert akkor ugye mutáltam. Nem készültem fel. De jó, maga a kampány egyébként szellemes, nem? Amire fölhívja a figyelmet, igen, az komoly dolog. Magadat nem mered beütni, vagy de, mi van? De beütöm, csak az a baj, hogy milliárdot szerintem nem tud kijelenni. Gyerekek, hát nekem is van múltam. Erről akarunk hallani. Na, nézzük, azt halljuk a legendát, amit te terjesztesz. Jó, azért portyáztam. Hát gyerekek, mi azért egy hátrafelé nyilazó portyázó nép vagyunk. Hát ezt a hagyományt azért életben kellett tartani. Na nézzük azt, hogy várjál, kiütöm Jani számait. Ne csak írjál mögéjük egy nullát. Újra belépek a programban. Mennyi van? 7 millió? Az egyébként szép szám. Azt mondja, hogy nővel vagy férfivel. Hát, ugye már... Is. Ja, jó, ugye? Hát most... És mi számít annak tulajdonképpen? Na mindegy, ezt ne kezdjük el boncolgatni. Jó, azt... Hát most amit mi számít konkrétan, ezt fel is a kapcsolatnak, de hát tudjuk, hogy nagyjából mi. Oké, 16-19 éves volt. Volt. 20, az a 65 plusz és a 45... Most 45 vagy akkor volt 45? Amikor meg volt az eset. Akkor a 45-64 és a 65 pluszban kiestem. Tehát abban nem vagyok. Hát. 20-24-25-31-35-44 mindegyikben. Mindegyikben volt. Uh-huh. Mindegyikben volt. Na, van ahol több, van ahol kevesebb. Beütöttem a 20-24-re mondjuk egy 10-et. Aha. Visszafogottnak érzem, de legyen, nem 10. 25-34 az azt mondja, hogy én voltam 25, megnézem, hogy visszapörgetem az időt, hogy miről beszéltek, tudod? Nagyon számolod, az még mehet, jó? Az még mehet, mondjuk beütöttünk oda mondjuk szintén 10-et, 35-44, abból kevesebb volt. 45-64, 0, 65 plusz 0. 65 plusz nem volt? Nem éltünk még igazán. Azt kell, hogy mondjam, nem éltünk igazán. Az a baj, hogy lesz. 7.711.598. Oh, remélem, ez nem az én 7 millió. Ez a havi fixed. Jó, nem, igen, utat az RTL, ez most már. 7.711.598 emberrel találkoztál, aki neked átadott, vagy te átadhattál elvileg valamit. Ugye fontos, kéri a program, hogy úgy üsd be, hogy akiknél nem védekeztél, hát ugye azért az ember egy csomó mindenre nem emlékszik, nem? Volt nálam, igen, vagy amire nem akarsz emlékezni. Igen. Hát, igen. Amikor szerződés hosszabbításkor lefújták a kokszot az üvegasztalról, és téged dobtak fel. Na, de milyen szerződés? Ja, hát, mondjuk az sigat. Hát, hogy azért ott vesz az ember egy nagy levegőt, és azt mondja, Isten. Hát, ez valahol azért dermesztő. Az valahol dermesztő. Hogy ilyen kicsi a szám. Mi? Nem is az, hogy kicsi a szám, hanem hogy tényleg, ha a kapcsolati hálót nézzük, akkor azért itt ennyi emberrel találkozhattál. Nem? 7 millió. De valahogy sosem volt baj, vagy legalábbis nem érezzük, hogy hordozók lennénk, nem? Tehát nem volt ilyen téren baj, nem? Hála Istennek nem kellett még vagy menni. Vagy ültél te már azon a lépcsőre, amikor azt mondod, Istenem, csak add, hogy bőrgyógyászatra gondolják, hogy azt higgyék, hogy bőrgyógyászatom vagyok. És ne jöjjön ismerős. Nem, téged nem zavar, mert te már megszoktad, de mi van azokkal, akiknek friss volt az élmény? Ők most nagyon dolgoznak, hogy igen, mi a program neve, kérdezi valaki. Felrakjuk a Facebookra, jó, az elérhetőséget, és akkor meg tudjátok nézni. Már fönn is van. Már fönn van. Laci, hogy lehet megvan? Nem véletlenül vagy te az, aki Laci. Nem véletlenül dolgozol te ebben a stábban. Így van. Már fent van. Jó? De bemondhatjuk a weblapnak a címét egyébként. alazjanit.com
Ezt keresem. De valakinek ebben a csapatban romantikusnak is kell lenni. Nem lehet az, hogy itt három olyan ember ül együtt, aki folyamatosan vadászott, folyamatosan csajozott, és akit lehetett elkapott. Hát te vagy az igaz szerelem. Te kerested az igaz szerelmet, és te voltál az, aki nem adtad magad könnyen. Te érted, meg kellett dolgozni. Hát egy ilyen karakter is kell. Hát nem lehet az, hogy most mindhárman érted mindenkit. Hát volt két ilyen, meg... Rajtam melózni kell tényleg. Ha azt akarják, hogy én is elmenjük parterhelyzetbe. Téged bárki nem kaphatott meg. Jó, hát gyerek, akkor azért egy zenetévés időszak volt. Hát azért az... Istenem. Ott maradtatok egy-két forgatási helyszínen, mi? Egy-két buli repcsi. Van, amit szívesen felejtenék. Néha főriadok éjszaka. De, hogy felejtenék. Néha főriadok éjszaka, amiket az... én ott láttam, gyerekek, ezeken a buli repcsüken. Amit ha csak láttad, akkor viszont nagy a baj. Amit én ott láttam, amilyen szobákba én benyitottam, meg kimentem, meg fú, voltak ott érdekes dolgok. Egy éjjel bekopogtatott hozzád egy üveg metaxával, Lala és Hozsó. Igen, és mellém, igen, de akkor már együtt feküdtem Mohamennel, és nagyon fújtunk, mint a vadmalacok. Kicsit megsimogatta a fejedet. Ne félj, Balázs! És azt mondja, hogy küldenék egy dalt. Igen, mindenkinek, aki szereti. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Érdekes vendégünk lesz 9 óra után, mert hogy van valaki, aki imádja a virágos kertet, különösen, ha éhes. Hát ezt így elolvasva, már az ember azt gondolja, hogy meg kell, hogy ismerje a hölgyet. És a cikk írója szerint az asszony bakfis kora óta készít virágos pulét. Hát bakfis, ez neked megtetszett. Ez egy annyira romantikus és helyes mondat, hogy ez nagyon igen. Tetszik. Vajon melyik korosztályhoz tartozott az, aki írta a cikket? Az asszony. Bakfis. Igen. Egy virágszakács érkezett hozzánk, Halmos Mónika. Móni, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, jó reggelt, és abban a pillanatban beadtalak telefonom. Szép volt. Hallottam az egyes. Nem egy hologram. Itt vagyok a pult másik oldalán. Ja? És nem értettem, hogy miért nincs senki a vonalban, igen, és mi az a foglaltank vagy vonalhang. A hologram lenne, vibrálna néha. Igen. Na, Móni, látom, hogy sok mindent hoztál, hát nem ezeket is. Majd megkóstoljuk, de nem akarok egyből az evéssel kezdeni. Egy kicsit mesélj erről, hogy mióta eszed te a virágokat. És hogy jött, ugye? És ugye hogy jött? Hát egyszer csak vasárnapi zárvatartás után megriadtál, hogy nincs semmi a hűtőszekrényben, és gondoltad irány a virágos kert. Kiürítették a pszichiátriát, és közepén út. Szóval, hát hogy kezdi el az ember megenni a kertjét? Hát mindenki ezt kérdezi, hogy kezdtem el, pedig hát igazából hát erre nem emlékszem, uh-huh. Nem emlékszem, hogy kezdtem el arra, hogy én mindig is megkóstoltam minden virágot, nem bakfiskorom óta, hanem már kicsi gyerekkorom óta. Szólunk a cikk írójának, hogy akkor a bakfiskora óta készít virágból ételt, hanem nem igaz. Nem bakfis, hanem nebulókora óta. Igen, tehát én mindig ezeket megkóstoltam, és akkor valahogy ez nekem jött, hogy engem mindig érdekelt, hogy lehet ezeket a virágokat megenni. És aztán egy idő után elkezdtem így kutatni ezt a témát, és kiderült, hogy azért ez már másnak is eszébe jutott, tehát erre is lett azt mondani, hogy már az ókorban is, hiszen az ókorban is ettek már virágot, például a rózsa az a római birodalomnak egy nagyon kellemes étele volt. De is szerencsére mettél valami mérgező. Tehát azért gyerekkorban az ember kimegy egy kertbe, hát azért ott bele tudsz aladni, aminek csúnya vége lehet. Volt egy-két mellé nyúlás. Én ilyenre nem emlékszem, tehát meg nem haltam tőle, olyan nagy bajom nem lett, és én azt gondolom, hogy ez mai napig is így van, hogy biztos, hogy mindenki, aki megkóstol valamiket, megkóstolunk olyat is, ami nem biztos, hogy teljesen ehető, de hát szerintem kisebb a veszélye, mint hogy elgázol minket itt a villamos. Most. Egyébként ez teljesen magadtól? Tehát nem volt egy nagyi, aki mutogatta neked a kertet és az erdőt, egy anyuka, tehát kimentél? Egy gonosz mostoha. Hozott neked mérgezett almát, tehát teljesen magadtól? Volt egy étel amit gyerekkoromban mindig készített a nagymamám, ez a bundában sült akácvirág volt. Ez egyébként egy... De az fincsi. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt így a kutatásaim során kiderült, hogy ezt leginkább Magyarországon sütik, és Ausztriának egy kicsi részén. De a világon máshol nem nagyon. Hát akácból mi vagyunk erősek. Igen, és erre leleményesen rájöttek az emberek, hogy sok mindent lehet csinálni az akácból, például gúnába kisütni a virágát. De hát, amit hoztál is, egyébként meg az olasz konyhának az egyik legnagyobb égköve, a töltött rántott cukkini virág. Tehát ezt itthon nem ismerjük, de ott kint például úgy veszed a cukkinit. Ez szimpatikus, hogy... az olaszokról, hogy leálltak a fűrőről, meg leálltak a pincsekről, meg leálltak a sárgarigóról, és most már virágot esznek, ez sokkal szimpatikusabb. Egyébként ez a cukkini virág, ez azért a mostani időszaknak a legjobb étele, mert akinek van egy kertje, és mondjuk olyan gondosan elültetett 4 cukkini magot, az szerintem ilyenkorra már megfőzte az
10000 egy étel cukiniből című receptkönyv összes receptjét. Tehát ott van a rengeteg cukini, amit ugye az olaszok ilyen kicsinek szednek le nagyvirággal, mi pedig ekkorának szedjük le, ilyen hatalmasnak, és akkor ugye nem győzünk kirántani, meg megtölteni, meg nem tudom mit csinálni belőle. És akkor ilyenkor jöhet a jó ötlet, hogy akkor szedjük le a virágát, és akkor nem kellene bajlódnunk a cukkinével. És volt olyan, hogy gyermekkorodban vagy bakfiskorodban felszolgáltál a vendégeknek virágsalátát, és senki nem értette, hogy úristen, mi ez, és hol van az igazi ebéd? Volt ilyen, de azért ez később is előfordult, tehát én rengeteg kóstoló programot tartok, és ott is van, amikor eléggé furán néznek rám, és rögtön 3 lépést hátra lépnek, hogy hát ezt azért mégse. De én azt gondolom, hogy azért az, hogy én most már lassan 20 éve próbálom a könyveimmel, meg a cikkeimmel megismertetni, hogy van egy ilyen világa is a gasztronómiának, most már azért nagyon sokan nyitottak erre. És a férjed, amikor először hozott virágcsomagot, nagyon meglepő. Köszönöm! Pontosan ez egyébként egy borzasztó fontos dolog, amit mondtál, hogy amikor valakinek hoznak egy ilyen virágcsokrot, és nem kint szedik a mezőn, akkor ezt nem szabad megenni. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a virágüzletben vásárolt virágot senki ne egye meg, mert ugye azokat nem arra termesztették, hogy itt a tányéron végezzék a sorsukat, az a vázában. Tehát nem célszerű, hogy egy ilyen romantikus pillanatunkban a feleségemet sétálgatok kint a mezőn, itt megkívánunk egy-két pipacsot, leszakítjuk, elfogyasztjuk. A mezei pipacsot a virágüzletben vásároltat nem lehet megenni. A virágüzletben? Egyébként volt egy ilyen nagyon érdekes történet, hogy az egyik kereskedelmi tévécsatornával forgattunk egy ilyen kis ehető virágos dolgot, és kimentünk egy ilyen romantikus mezőre, ott főzögettünk, és voltak nem messze tehenek, és ugye az egyik operatőrnek nagyon megtetszettek a tehenek, és akkor azokat is ott filmezte, hogy milyen aranyos, és rádöbbentek, hogy milyen hosszú nyelve van egy tehének például. És én mondtam nekik, hogy a tehén azért legelészik itt, hiszen itt tele van gyönyörű finom virágokkal, és ez nem csak a tehénnek jó, hanem nekünk is nagyon jó salátának. És én legugoltam a fűbe, és mutattam, hogy hát ez is ehető, milyen finom kis virágok vannak, meg lehet kóstolni. És akkor a végén a mókás az volt, hogy az egész stáb 4 kézláb váltott a virágos réten, és eszegették a virágokat, csak nekem nem volt egy fényképezőgépem, hogy én meg ezt örökítsem meg, hogy az egész stáb mindenféle technikai felszereléssel, meg fülessel minden alatt eszik a virágokat, és mondták, hogy tényleg igaza volt a tehénnek is, meg nekem is, hogy tényleg nagyon és finom. És utána mondtad ezek. Nekik, hogy a tehenek szoktak pisilni is ezen a területen? Igen. Nem, a tehenek el voltak választva egy... És nem keveset? Tehén trágya jó az. Ja. Nem, azért ők el voltak választva egy villanypásztor. És az élettani hatásukat tekintve, jól lehet lakni virággal például? Hát én azt gondolom, hogy ezért az ember nem virággal akar csak jól lakni, ugye ezeket használhatjuk díszítésre, színezésre, ízesítésre, illetve hát kiegészíthetjük így az étkezéseinket, például meg lehet tölteni egy virágot, ki lehet sütni, és ott ezek között viszont vannak gyógynövények. Tehát ilyenkor a gyógyhatás ugyanúgy érvényesül, mint hogyha egy teát innánk meg. Nálam például nagyon sok babér van a kertben, az ehető? Hát persze. Hát a babér, hát az a bableves vehető. De nem arra gondolok, nem az a babér, tehát az amiből sövény van, tudod, végig. Tehát babér megy, de hát az nem virág. Na jó, csak kérdezem. Hát jó, hát most növény. Oké, jó, jó, most miért tettek? Jó, nem. Annyi babér van, gondolom, hogy ki meg a gyerekkel. Kicsit meg. Jó, de az nem virág. Az nem virág. Értelemszerű, persze. Na, miket hoztál nekünk? Hát én hoztam nektek, amit már itt említettünk, ezt egy virágos töltelékkel, virágos fetasajtos töltelékkel megtöltött és bortésztában kisütött cukkini virágot. Ugye ez nagyon kellemes előételnek is így, vagy pedig akár köretnek is megehetjük, vagy csak úgy. Aztán ilyen töltött virágok sorába hoztam még egy sajtkrémmel töltött sarkantyúka virágot. Ugye ez a sarkantyúka, ez azért nagyon különleges virág, egyrészt, hogy van egy ilyen sarkantyúja, azért nevezik annak. Másrészt ez csípős. Tehát ennek ilyen tormára emlékeztető íze van. Dobszolom is felé, mindegyiket, csak hagyd kóstoljak már meg valamit. Szerintem az ízét, a cukkini virágot, ezt a nagyot. Az a nagy. Meg ott van, nézd meg, ott van a mozzarella virágnak a termése. Igen, az a mozzarella virág termése, az pedig az a mozzarellás, az petúnia. És azt így meg lehet enni? Petúnia, meg lehet enni. Egyébként régen a gyerekek, amikor még nem féltek annyi mindentől, a gyerekek kiszívogatták a közepéből a nektárt, de azt is meg lehet tölteni. És erre is volt egy aranyos történet. Megkosom a sima petúnia. Egyszer régebben egy novemberi napon mentem egy Pest közeli településen, megálltam az út szélén, és az árokba üldögélt egy bácsi. És hát én megkérdeztem tőle, hogy hát van-e valami baj, segíthetek-e, és mondta, hogy hát azt mondja, ő kicsit sokat ivott, ő itt megvárja, amíg jobban lesz, és hazamegy. És ott volt mellette az autó, és én kicsit aggódtam, hogy a biciklijével majd talán összetöri az autómat esetleg. És akkor visszamentem, a bácsi mindig ott ült, és én megkérdeztem, hogy hát segíthetek valamit, vagy van valami baj, és a bácsi elkezdett sírni, és azt mondja, hogy hát képzelj el, én itt olvasom az autóra, rá van írva, hogy ehető virág, és gondoltam, hogy ez miféle őrült dolog, azt mondja, de hát most viszont eszembe jutott, hogy ez én nagymamám 70 évvel ezelőtt
Kecskemét mellett a tanyám mindig petúniát sütött ki nekünk bundába. És sose jutott eszembe, és most azért sírdogálok itt az árokban. És ittam is rá, még egyet, hogy megint az emlék hatására, nem tudok felállni. És az olyan aranyos volt, hogy itt állunk egy árokparton, így beszélgetünk, és egy új receptet osztott meg velem ez a bácsi, és kipróbáltam, tényleg nagyon finom a petúnia egy bundába kisütve. Aha. Na. Igen. Írja egy hallgató, hogy tőled a virágból megkérdezik, hogy elviszed, vagy itt fogyasztod. Móni. Igen, de én azt biztos nem fogyasztanám, mert azok tényleg mérgezőek. Ugye ezt is meg kell tanulni, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami mérgező, mint mondjuk a gomba ismeretek. A cukini isteni. Cukini virág. Az pedig, amiben a kis pálcika van beleszúrva, hogy a pálcika az a nem ehető, az pedig egy mézes, csilis, rózsás mozzarella. Az ugye egy nagyon jó kis előétel, az rózsás és csípős, és picit édes, úgyhogy ez egy nagyon jó kis előétel. A petúniának olyan íze van, mint ha megette volna egy virágboltot. Egyébként tényleg, mert ugye ha belépsz a virágboltba, ott van ilyen erős petúnia szag. Mi tettél már virágboltot? Nem azért mondom, csak a virágboltban van mindig erős petúnia szag. Megettem ezt az egyszem petúniát, mindenféle töltelék nélkül. Nem áll. Egyébként tényleg jó. Tehát, hogy nincs erős íze, vagy nem jellegzetes, ilyen kis kellemes virágíz, de nagyon, nagyon finom. A lekvárt miből főztél? Ez egy rózsalekvár. És ezt a rózsaszíromra kell kenni? Szilvából barátom. Ezt meg lehet enni, a levendulás kekszel javaslom megenni. Levendulás keksz és hozzá rózsalekvár. Igen, ugye az egész rózsavirág benne van, tehát benne van a szírom, benne van a virágpor, benne van a nektárpor, és a kanalat úgy egyszerűbb, mert jön, a másik nem látok ilyen messzire, mert ez 2 centi, ezt én már nem látom. Ez, amit most elfogyasztottam, ugye ez a kakukk tojás. Tehát ezt kellett volna megtalálnunk. Na, melyik nem ehető közül? Nem, az egy sima díszítés volt a tányéra, János. Az is de azt nem így egybe kell megenni, mert úgy eléggé borzasztó szerintem. Igen. Ez... Hát nem kell mindent rögtön mindig bekapni. Fűszerezésre kell használni, tehát az egy bársonyvirág, vagy aki jobban ismeri, úgy büdöske. Igen, büdöske. És a szirmait ki kell tépkedni, és azt fűszerezésre lehet használni. Aha, nagyon jól lehet vele sajtkrémeket, vagy húsételeket. Jó érzékel rányújtál az egyetlen a tányéron, amit nem lehet megenni. Azért, mert az annyira te vagy megismertem, mert tele volt vele a kertünk. Nagyon jó. Annyira te vagy, hogy 8 lehető étel van, egy, amit nem lehet megenni, azonnal rá. A rózsalekvár egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, mert az egy nagyon erős afrodizi. Ó, na és mire jó? Na, mit csinálok? Hát ez az, ugye azt mondják, hogy a török szultán is azért tudta boldoggá tenni a számtalan feleségét, mert mindig rózsalekvárt reggelizett. Viki, nem, ezt nézd, mit eszem. És ne lenyalt! Menj haza, fürödj meg, jövök mindjárt. Ne, inkább ne is fürödj meg. Mit kínálgatsz nekem? A körtét. A körtében is van afrodiziákó, mert nagyon nyomja a felesége, hogy ezt tedd meg. Teljesítenem kell este. Nem, a körte az pont nyugtatós hatású, mert ugye egy levendulás mazurókrém van. Nem, nekem most csak olyat mondj, hogy este nagyon nagy hancúr legyen. Hát akkor a rózsalekvárt mindenki. Rózsalekvárt. Minden mennyiségben. Gyerekeknek, unokáknak csinálsz? Szeretik ők is, gondolom, nem? Persze. Hát a gyerekek ugye ezen nőttek fel, hogy mindig ki kellett próbálni mindenféle, nekik meg kellett kóstolni, és egészen megszokták, bár volt egyszer, amikor voltam egy tévéműsorban, és az ilyen főműsor időben ment le, és másnap a lányom egész kicsi volt, hazajött sírva, hogy most itt az iskolában azzal csúfolják, hogy mi mindig pipacsot vacsorázunk. Szegény gyerek. Igen, bár nem volt erős túlzás a dologban azért. Hát kicsit túlzás volt benne, de most már, hogy felnőttek, most már azért ők is élvezik ezt a dolgot, hogy mindig tudnak valami újat mutatni a haveroknak, és bulira mindig ők is olyat visznek, ami különleges. Mondasz teljesen hétköznapi dolgokat, amiket most az ember kimehet a rétre, nyilván most kérdés, hogy mi virágzik, ugye már talán kevesebb, mint tavasszal, de hogy ami tényleg tök közhelyes, tök hétköznapi, és mondjuk az ember meg tudja kóstolni, vagy megjegyzés, amikor lát egy olyat, megismeri laikusként, és mondjuk megkóstolhatja csak egy-két olyan növényt, virágot, ami minden kertben lehet. A kertben? Hát vagy bárhol, hát vagy például, a réten. Például, mint a pipacs például. Tehát ilyen tök banális dolgokat, amiket most egy laikus hallgató is megismer, és meg tud kóstolni. Levendula, pipacs. Hát ugye a levendula az ugye eléggé ismert, most óriási levendula őrület van. Aztán tavasszal az akác, a bodzavirág, ugye a bodzát azt sokan nem is gondolják egyébként, hogy az virág, mert ugye az már annyira benne van a köztudatban, így a bodzaszörp, a bodzás üdítőitalok, meg mindenféle. Ugye most van bodzás sör is például, meg bodzás krémtúró. Úgyhogy az például ugye egy nagyon közismert dolog. Most így az őszi kertekben például ott van a dália, amiről sokan nem tudják, hogy a dáliát is meg lehet tenni. Egyébként én készítettem nektek a bortésztában kisütött dáliákat, amik szintén nagyon finomak, csak mikor tegnap megsütöttem, akkor átjött a kedves szomszédom. És megette. És megette, úgyhogy azt mondta, hogy nem tudta, hogy mi ez, de nagyon finom volt. És mondtam, hogy dália, akkor majdnem elájul, de azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó volt.
Érdekes, ez a rózsalekvár is érdekes. Ugye? Ez egy hagyományosabb dolog, azért ilyet az ember kóstol, de nagyon, nagyon-nagyon finom. Látom, fogy rendesen, nagy buli lesz esnyére. Nagyon készülsz. Este, nézd, ott vannak a gyerekek délután. Nagyon, nagyon jön a rózsalekvár, nagyon jön. Ennél egyébként még egy jobb dolog van, ugye van, én szoktam csinálni rózsaszörpet is, abban is, hogy benne van az egész rózsavirág, rengeteg virágporral, rengeteg nektárral, ugye ezek mind erősítők, és ez egy kis pezsgővel, ez a legtutibb egyébként. Epe, pezsgő, na? Rózsaszörp pezsgővel az... Megiszom a pezsgőt, megiszem az eperlek, már aki szembe jön, gyerekek. Ha még aznap jön a családi pótlék is, meg is fagytam. Csodák napja, karácsony. Mit ne együnk a kertből? Tehát most azért felindult hallgatóink, kirohannak a kertbe. Vízcsapot. Iges lagot, gerebjét. Tehát mi az, ami mondjuk veszélyes? Hát vannak mérgező növények, illetve virágok, és azért mondtam, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát azért senkinek nem javaslom azt, hogy kimenjen, és akkor megegye rögtön a gyöngyvirágot, a leándert, meg mindent válogatás nélkül, mert vannak tényleg mérgezőek. Ezt tényleg meg kell tanulni, úgyhogy ez ugyanolyan, mint bármi más, hogy az ember szeretne foglalkozni. És milyen jó, hogy van neked egy testvéred, ha minden igaz, egy öcséd, ugye? Igen. Aki toxikológus. Nem, azért csak, hogy ő már írt nekünk SMS-t, hogy mi van a mojírtós kekszel. Hát igen, amit kóstoltatok, ez a mojírtós keksz, legalábbis ő így nevezi, mert ő azt gondolja, hogy a levendula az mojírtásra való, hát ugye arra, régen arra is. A szekrénybe. Igen, igen, látom, arra a család is. Még mindig ellenáll, hát arra látom az SMS-eket, hogy azért még van némi ellenállás a családban azért. Mi van a mojírtós kekszel, azért még valaki ezt nem fogadta el, nagyon. És egyébként szereti, csak ő mojírtósnak nevezi, mert azt mondja, hogy ez a mojírtós keksz. Amikor így áthívod őket vacsorázni, vagy ebédelni vasárnap, akkor mondják, hogy ők azért hoznak ehetőt is. Mondja, hogy mindenki rendel egy songuku pizzát a biztonság kedvéért, tudod, hagyma, gomba, kukorica. Nem, ők jobban szeretik, hogyha én főzök nekik. Elég nyitottak már, tehát megszokták, hogy vannak ilyen furcsa dolgok, és nálunk nem kötelező mindent megenni, ugye nálunk sok ilyen kísérleti dolog van, tehát nem haragszom meg, hogyha valaki azt mondja, hogy na, köszönöm szépen, ez egyáltalán nem jött. Nincs is jobb dolog, mint egy vendégségben a rokonságon kísérletezni. Az mindig egy hálás, dolog, hogy hát csak meg ez az első, még én sajnosoltam. De ők legalább őszintén. Mama, még egy kis nadragúját. Ez jó egyébként, amikor az ember a rokonságon tud kísérletezni. Ezért kell nagy család, hogy az ember sok emberrel tudjon kísérletezni. Kérdezik a hallgatóink, hogy véletlenül nem a Rékasi mellett laksz, mert akkor megvan, hogy kinyúlta le a virágot. A Rékasi nekünk elpanaszolt a 3-4 hónappal ezelőtt, hogy valaki a szép virágos kertjét úgy, ahogy van, kiásta éjszaka, és a komplett kertjét ellopták. Nagyon büszkék voltak, fölraktak a Facebookra egy posztot róla, egy képet, és valakinek megtetszett a poszt alapján, és az egészet. És másnapra kirámolták a virágos kertjét. De is biztos, hogy nem én voltam, de azért nem is lennék, mert én nem ástam ki, hanem maximum letépkedném az összes virágot, és azt vinném el, úgyhogy én azért az ásással nem bajlódnék. Sima fű, azt gondolom, azzal nem próbálkozunk, ugye? Sima fű van nálad? Hát lehet különböző fűfélékkel is próbálkozni, meg különböző zöld növényekkel, ugye ez megint egy másik fajta konyha, ami nekem szintén egy nagy kedvencem, ami nem virág, hanem maga a vadnövények. Tehát azok, amiket mi mondjuk gyomnövénynek nevezünk, és ott nőnek a pázsit mellett, meg az útszélén. Na, ugye ez megint egy különleges része a konyhának, mert ezek között is rengeteg ehető van. Legközelebb azt is megmutatom, ha gondoljátok, hogy lehet ezeket a füveket megenni a kertből. Jó, fűsaláta! Egy fűsaláta, egy sok mindent csináltam már a fűvel, csalánfűzelék, meg ilyesmi. De hát, fia, a papsajt az mi valójában? A papsajt az a májvának a termése, ami szintén egy nagyon-nagyon jó dolog, ugye a májvának eleve a virága is ehető, sőt azzal színezni is lehet nagyon szépen a legtöbb májva virágával, és akkor ott van az a kis papsajtnak nevezett kis termés, ami nagyon finom nyersen is, tehát akár például egy zöldséglevesbe beleszórni, az nagyon kellemes ízű, vagy hogyha már kicsit meg van száradva, akkor meg műzlivel nagyon jó. Kilószámra ettünk gyerekkoromban a papsajtot, kilószámra. Tudjuk, hogy a virág is istene. Rád is sajnálták a menzapénzt, mint rám. Úgy keres magadnak valamit odakint. Úgy látom, rajtad is poroltad. Igen, neked is kellett ilyet tenni. Művirágos recepted van? A művirág az, amit a virágboltba veszünk meg vágott virágnak, na az az igazi művirág, úgyhogy abból nincsenek receptek, azt el kell felejteni. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz dolog. Egyébként minden tényleg nagyon finom. Tehát az ember először egy kicsit nem furcsán érzi magát, aztán megkóstolod ezeket a kis virágokat, és rájössz, hogy nagyon jó ízük van, nem? És tényleg abszolút ehető bármennyire, és az ember óckodik az elején, vagy furcsa az elején. Tényleg jó hát ízű. Ebben egyébként összes. Pont az a jó, hogy az embernek van egy kicsi kertje, vagy néhány balkonládája, akkor tulajdonképpen egész szezonban, tehát márciustól egészen a fagyokig mindig találhat olyan dolgot, amit meg lehet tenni, olyan virágot, tehát az ibolyától kezdődően, ami ugye szintén egy nagyon izgalmas virág, mert
mert sokan ismerik félre a kandírozott tibolyát, ugye a Sziszi nevéhez fűződik, ugye neki volt ez egy nagy, nagyon nagy kedvence, és neki mondjuk úgy könnyű dolga volt, mert tehát volt egy népes személyzete, akik kimentek és leszedték neki a rengeteg ibolyát, és akkor aprólékos munkával szépen egyenként kandírozták a virágot. Tehát nekünk azért egy kicsit bonyolultabb. De ugye az ibolyáról nagyon sok recept is van régi szakácskönyvekben, tehát ilyen 1700-1800-as évekbeli szakácskönyvek, tele vannak ibolyás torta receptekkel például. Akkor nagyon nagy divatja volt az ibolyás tortáknak. Muskátli ehető? Bizonyos fajtáknak a virága ehető, sőt, van olyan például, itt hoztam is, ez a levél, amit mert itt a szaga látok. Borzasztó sokszor, ez a muskátli. Ez a citrom illatú muskátli, ugye a, hát nem azt a muskátlit kell megenni, ezt a piros paraszt muskátlit, hanem azt érdemes megkóstolni picikét azt a levelet. Piros paraszt részét. Vörösödök? De ez nem a piros paraszt muskátli levele, ez a citrom illatú muskátli levele, ezzel nagyon jól lehet ízesíteni például, ennek kicsit, kicsit enyhén fehér rózsaszínes virágai vannak, azok is ehetőek. Hát azt a nagy paraszt muskátlit, amit büdösnek neveztél, azt nem biztos, hogy érdemes megenni, mert hogy nincs kellemes íze. Egyébként meg lehet enni, ha valaki annyira szereti az ilyen büdöses ízeket. Jani topzódik. János, azt gondolom, hogy ez János megint hazaért. Tehát, hogy hazamegy, és az egész kerületben lelegeli a muskátlim. Kopárra válik holnapra a kert. Na jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Felteszünk majd egy e-mail címet veled kapcsolatban. Jó, hogy hol nézhetik meg a receptjeidet, vagy hol már sok hallgató érdeklődik irántat, hogy hol lehet ezeket a recepteket letölteni, megnézni, megfőzni. Úgyhogy a Facebookra akkor felteszünk elérhetőségeket. Köszönöm szépen, akkor az egész ország virágos kedvébe lesz, és virágot fog enni. Ó, nagyon köszönjük. Móni, köszi, hogy itt voltál. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.